Satán megtévesztette az egész világot, ez teljesen egyértelmű. Főleg akkor, amikor körülnéz az ember, és ugye a világban igazán, és látja azt, hogy mit is csinálnak az embertársai, hogyan élnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az egyik legnagyobb megtévesztés és hazugság ezek közül a szeretet. És én most nem az ellen beszélek, hogy szeretnünk kell egymást, környezetet, világot, stb. Stb. Én azt mondom, hogy az a szeretet, amit a világ szeretetnek hív, az egészen más, mint amit az írás és amit a mindenható szeretetnek hív. Ha ez eddig még nem derült ki, akkor számtalan videó csináltam már ebben a témában, akárcsak a mindenható nevével kapcsolatban, amiből egyértelművé kellene, hogy váljon, hogy az, amit mi szeretetnek hívunk, és az, amit a mindenható szeretetnek hív, az két nagyon különböző fogalom. Az, amit a világ szeretetnek hív, az az, amit Satán szeretetnek hív. Ez egy feltétel nélküli majom szeretet, amikor bármit lehet tenni, és mindenkit csak elfogadunk úgy, amilyen, hiszen ő ilyen, miért változna meg miattunk, stb. Stb. Ez az egyik legnagyobb hazugság. Míg az igaz, hogy a mindenható maga a szeretet, azt azonban érdemes észben tartani, hogy ez a szeretet egészen mást jelent, mint amit a világ szeretetnek hív. A világ egyfajta majom szeretetről beszél, míg az írás egy folyamatról, egy olyan folyamatról, amely egyáltalán nem a szeretettel kezdődik. Ez a folyamat a félelemmel kezdődik, és ezt nehéz elfogadni, hiszen mindenki arra lett programozva, hogy szeretet is az a legfontosabb, és ugye mindenki látta filmeket, zenéket hallotta évtizedeken át, amik ebbe az irányba terelték a gondolkodásmódját. Ennek ellenére ez is csak egy a számtalan hazugság közül, amelyet Hasatán a világgal elhitetett. A mindenhatótól való félelem az, ami először fogja az embert rávenni arra, hogy megpróbáljon engedelmeskedni neki. Félelem a következményektől. Amikor ez megtörténik, onnantól kezdve az ember engedelmesen követi az ő utasításait, és közelebb tud kerülni hozzá. Így ebből a félelemből kialakul egy tisztelet, és hosszú távon ez a tisztelet az, ami át fog váltani szeretetbe, amikor az ember rájön, hogy az instrukciók, amelyeket az írás tartalmaz, azok az ő javát szolgálják. Hosszú életet biztosít itt a Földön, illetve örök életet biztosít ezután, az élet után. Ennek alapja a félelem, majd az engedelmesség, és csak a legvégén lesz ez szeretet. Ekkor érti meg igazán az ember, miről is szól ez a kapcsolat. Ezt fogjuk ma megvizsgálni a néhány versen keresztül, amiket ezzel kapcsolatban találtam. Kezdjük is el akkor Mózes 5. könyvének 6. fejezetével, ami így kezdődik. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, amelyek felől parancsolta Jahua, a ti hatalmasságotok, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt. Ugye itt egyből parancsolatok, rendelések, végzések kerül elő. Második vers. Hogy féljed Jahuát, a te hatalmasságodat, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked,
te és a te fiad és a te unokád teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. Innen tovább fogunk lépni ugyanebben a fejezetben, mégpedig egyébként érdemes szerintem lehet, hogy elolvasni mondjuk az ötös verszaktól. Szeressed azért Jahuát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És hogyan is tudja az ember szeretni, és ezek, és ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. Tehát úgy szereti az ember a mindenhatót, hogyha mindig ezek, amiket ő mondott, amiket ő megkövetel, amiket ő adott számunkra instrukciókat, mindig szem előtt tartjuk egész életünkön át. 8-as verszak. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtó feleire, és a te kapuidra. Ez az, ahogyan a szeretet megnyilvánul az írás alapján. Ez gyakorlatilag szöges ellentétben áll azzal, ahogyan a világ tanítja, hogy úgy, ahogy akarsz, mi úgy fogadunk el, mi úgy szeretünk. Te ilyen vagy, nem lehet mit csinálni. Mindenható abszolút nem így gondolkozik. Ő megmondta, hogy mik a feltételek. Aki ezt elfogadja, az ezzel az engedelmességgel kimutatja, hogy ő szereti, aki nem, az pedig nem. És igazából a 13-as verszak az, amivel el fogjuk indítani ezt a mai tanulmányt. Féljed, Jahuá, a te hatalmasságodat ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Ezt ennél nem is tudta volna egyértelműbben megfogalmazni. Féljed az Úr Jahuát, és az ő nevére esküdje. Ez pedig első királyok 8-as fejezet, ahol is ezt olvashatjuk. 38-as vers. Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki, vagy a te egész néped, az Izrael. Ha elismeri ki az ő szívére, mért csapást, és kiterjeszténti kezeit e ház felé, ugye ez a templom, amit építettek Jeruzsálemben annak idején, tehát ha valaki imádkozik, és afelé fordul, és a kezeit kiterjeszti. Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizes az ő útai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Az ember engedelmes, imádkozik a mindenhatóhoz, és ő mindenkit megjutalmaz a szerint, ahogyan az az ember viselkedik. 40-es vers. Hogy féljenek téged mind éltig, míg a földnek színén lakoznak, amelyet adtál a mi atyáinknak. Hogy féljék őt. Sőt, még az idegen is, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljövén messze földről a te nevedért. Hiszen ebből egyértelmű az, hogy ez mindenkire vonatkozik, nem csak az izraelitákra, hanem mindenkire azok közül is, akik úgymond pogányok vagy idegenek, tehát nem Izrael törzseiből származik. 42-es, mert meghallják a te nagyságos nevedet. Tehát a név az fontos. És a te hatalmas kezedet, a kinyújtott karodat, és eljövén imádkozán de házban. 43-as, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked,
hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. Második király 17-es fejezet 33-as vers így szól. Így tisztelték Jahuát, és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták volt őket. Ez a tisztelték szó itt, az eredetiben, ugye, Jare. Ami azt jelenti félni, félelem, vagy szolgálat. Általában félelemként fordították, vagy pedig megijedni. Szóval az eredetiben nem tisztelni van, hanem így félték Jahuát, és szolgálták az ő isteneiket. Tehát az emberek akkoriban ugyan tisztelték Jahuát, ennek ellenére folytatták tovább az ő bálványimádatukat. És a 34-es vers így szól, és mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek. Nem tisztelik igazán Jahuát, vagy nem szeretik igazán Jahuát, vagy nem félik igazán Jahuát, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet Jahua parancsolt a Jákob fiainak, akiknek Izrael nevet adta. Ez a vers egy újabb példa volt arra, hogy amennyiben valaki nem cselekszik a mindenható rendelései és törvényei és parancsolatai szerint, az nem tiszteli, vagy nem szereti, és nem féli igazán Jahuát. Nem mondhatja azt, hogy ő igazából követi a mindenható útját. Mondani egy dolog, és egy másik dolog az, mikor az ember úgy is él, úgy is cselekszik. Hiszen a 35-ösben így szól. És akikkel Jahua szövetséget kötött, és megparancsolta nékik mondván, ne féljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok, és ne áldozzatok neki, hanem csak Jahuát féljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott Egyiptom földéből, nagy erővel, és kinyújtott karral. Ha esetleg valakit érdekel, akkor a 35-ös vers, 36-os, 37-es versben az, ahogy ami a magyarban úgy van fordítva, hogy tisztelni, az mindvégig ugyanaz a szó, és az pedig Jare. Héberül, ami félni, azt jelenti. Tehát ezt nyugodtan lehet úgy fordítani, minden egyes alkalommal tisztelik, hogy féljék. Ezért fontos az, hogy az ember megnézze azt, hogy mi is az eredeti nyelven hogyan is íródott, mert ez egy másik értelmet ad az egész szövegnek. Hiszen itt mind végig arról beszél, hogy félni kellene a mindenható. És ugye itt tovább folytatódik a 36-os versben, ahol is azt írja, úgyhogy nézzük meg akkor, hogy hogy is szól úgy, hogyha ennek tükrében olvassuk el ezt az egész sorozatot. A 32-es verstől. De miután Jahuát is félték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, akik ő érettük áldoztak a magaslatok házaiban. Így félték Jahuát, és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták volt őket, az egyiptomiak. És mind e mai napig az ő régi szokások szerint cselekesznek. Nem tisztelik igazán Jahuát, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet Jahua parancsolt a Jákob fiainak,
akiknek az Izrael nevet adta. Nem félik az Urat, ezért nem cselekszik az ő parancsolatait, törvényeit és rendeléseit. 35-ös. És akikkel Jahúa szövetséget kötött, és megparancsolta nékik mondván, ne féljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok, és ne áldozzatok nékik. 36-os. Hanem csak Jahuát féljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földéből nagy erővel, és kinyújtott karra. 37-es. És ugyanis féli, vagy tiszteli, vagy szolgálja az ember Jahuát, és őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne féljetek, és el ne feledkezzetek a kötésről, amelyet veletek tettem, és ne féljetek idegen isteneket, hanem Jahuát féljétek, a ti hatalmasságotokat, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből. Ha már idáig eljutottunk, akkor végigolvasom és nézzük a 40-es vers, amelyik így szól, de ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek. Így félték ezek a pogányok Jahuát, és szolgálták az ő báványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik, és unokáik is, amint az ő eleik cselekedtek mind a mai napig. Tehát nem lehetséges az, hogy az ember szolgálja mindenhatót, és próbál alkalmazkodni a világhoz is, hiszen ez óhatatlanul is azt fogja eredményezni, hogy kompromisszumot kell, hogy kössön. Erre nagyszerű példa a közelgő karácsony. Nézzük meg, hogy Nehémiás az 1-es fejezetben mit ír, és így szól 11-es versben. Kérlek, ó Jahua, legyen figyelmetes a te füled, a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, akik kívánják félni a te nevedet. És adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon a ma férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Azért könyörög, hogy azok, akik félni kívánják Jahua nevét, azaz teljesítik a parancsolatokat, rendeléseket és a törvényeket, azoknak szerencsét hozzon, illetve azokat támogassa a mindenható. Jób 1-es fejezet, 1-es vers így kezdődik, vala pedig Úz földén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, Isten félő vala, és bűngyűlölő. Ez Jób leírása egyből a Jób fejezet elején, aki félte a mindenhatót, ami azt jelenti, hogy ő követte az ő útját. 61-es fejezet a Zsoltárok könyvében pedig így szól. A 5-ös verstől, hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá, Szela. 6-os vers pedig, mert te, ó Elohim, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved félőinek örökségét megadtad nékem. Honnan lehet tudni, hogy ez azt jelenti ismét csak, hogy féli a nevét, az pedig kiderül, ha megnézzük újra azt, hogy hogyan is szól az eredeti nyelven, ami ugye angolul is úgy van fordítva, hogy fear thy name, félni a nevedet, de nézzük meg, hogy mi is az eredeti szó, ami nem más. Nem más, mint ugyanaz a szó, amit már az imént néztünk korábban. Yareh. Ami azt jelenti, hogy félni a nevet. Tehát, mert te, ó Elohim, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved félőinek örökségét megadtad nékem. 86-os Zsoltárból elolvasjuk a 10-es verset,
és a 11-est így szól, mert nagy vagy te, és csoda dolgokat mívelsz. Csak te vagy Elohim, egyedül. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Hogyan is tudja az ember félni, vagyis tisztelni a mindenhatót, ha az ő útján jár, és az ő igazságában jár, ami nem más, mint az ő parancsolatai, rendelései és törvényei. A 102-es Zsoltárban pedig már arról énekel, amikor a mindenható királysága, illetve a Jahusa HaMesiach vezetésével a mindenható királysága uralkodik a földön, és így szól 16-os versben, és félik a népek Jahuának nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Más szóval tisztelik. Hogyan tisztelik? Úgy, hogy az a törvény, amit ő megállapított a Tanakhban, az Ószövetségben, amit úgynevezett Ószövetségben, ez által mindenki azt követi, így félik a nevét, így mutatják ki az ő tiszteletüket. Ézsaiás 29-es fejezetben pedig így szól. 22-es vers, ez ugye ismét csak egy jövőbeni profécia, amikor már a mindenható összegyűjti az izraelitákat a föld minden részéről. Ezért így szól Jahua, Jákob házáról. Ő, aki megváltá Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sáppad meg többé az ő orcája. Ha látni fogják gyermekei kezei munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael hatalmasságát. Tehát amikor majd összegyűjti őket, akkor nyilvánvalóvá fog válni az ő jelenléte, és ekkor fogja igazán a világ megismerni a mindenhatót, ekkor fogják megismerni a nevét azok által, akiket ő magához hív, azok az emberek, akik ezt el fogják terjeszteni a világon. A következő vers pedig Jeremiás 33-as fejezetből való, 9-es vers így szól. És ez a város lészen nékem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindam a jót, amelyet én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindam a jóért és mindam a békességért, amelyet én szerzek nékik. Ezt mondja Jahua. Szóval cserébe azért a békességért, illetve mindazért a segítségért, pusztán ő annyit kér, hogy féljék és rettegjék, más szóval tiszteljék és kövessék azt engedelmesen, amit ő kíván. Malakiás 1-es fejezetben a mindenható nyilvánvalóvá teszi, hogy mi is az, amit ő elvár. 6-os fejezet. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Más szóval tisztelet. Azt mondja a seregeknek ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet. És ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Azzal, hogy nem engedelmeskedne. Mi az, amit ő akar? Tiszteletet. Más szóval, félelem. A félelem az, ami az embert ráveszi arra, kövesse az utasításokat, és ezen alapszik az egész szövetség, illetve az egész kapcsolata mindenhatóval. Malakiás 2-es fejezetben ismét csak tudtunkra adja, hogy mi az, ami számára elfogadható, és mi az, amit mindig is hiányolt a történelem során. 4-es vers. És megtudjátok, hogy azért adtam néktek e parancsolatot, hogy szövetségem legyen Lévivel, azt mondja a seregeknek ura,
A parancsolatok képezik a szövetség alapját. Ugye ez a léviták, a pap nemzetség az izraeliták közül, azonban a parancsolat mindenkire vonatkozik természetesen, hiszen mindig a parancsolat a szövetség alapja. Ötös, szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Mikor az ember követi a parancsolatokat, részese a szövetségnek, és ez a félelem, illetve ez a tisztelet fogja az alapját képezni a mindenhatóval való viszonyunknak. Érdekes módon Malakiás 4-es fejezetben újra megerősíti mindazt, amiről eddig szó volt, a második vers így szól. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hízlalt turkok. Mindazok, akik félik a mindenható nevét, azokra vár gyógyulás, illetve azok, akiket ő támogatni fogja mindvégig. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek ura. Ez szintén egy jövőbeni profécia, ami nem is olyan távoli jövőbeni, ott, amikor mi élünk. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Horeben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Ezt mi tudjuk nagyon jól, hogy ez mindazokra vonatkozik, akár a jövevény, akár a benszülött, mindenki, aki a szövetség részese akar lenni, annak be kell tartani a rendeléseket, ezáltal fogja kimutatni azt, hogy ő féli a nevet, és ekkor gyógyulás lesz az ő jutalma a jövőben, amikor véget ér ez a káosz, ami most zajlik a világban, és ők azok, akik a gonoszokat le fogják győzni. Hogyan? Hogy követik azokat a rendeléseket, amelyeket a mindenható rendelt Mózes által a Horeben. Azok kedvéért, akik még mindig nem hiszik el, hogy a név az fontos a mindenható számára, Hóseás második fejezetből a 15-ös vers így szól, szintén egy jövőbeni profécia. És azon a napon, mondja Jahua, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem fogsz tő engem többé így hívni, Baálom, Baál, azt jelenti Úr, Uram. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, Baál egyenlő Úrral, hogy azoknak neve se említessék többé. Megnézhetjük, hogy mit is jelent az, hogy Baal eredetileg, hogyha mondjuk elkezdjük, ez Mózes második fejezet, Baal, és remélhetőleg itt meg tudjuk találni. Ha megnézzünk egy verset, mondjuk Bírák könyve 6-os fejezet, 28-as vers, amiben is itt van Baal. Behold, the altar of Baal was cast down. Ugye lerombolták Baal oltárait, szóval nézzük, hogy ez mit is jelent. Baal. Baal az eredeti szó, ami angolul lordot jelent, ami magyarul úr. Tehát mindig, amikor az ember az úr szót használja a mindenható neve helyett, akkor gyakorlatilag Baalt mond. Csak magyarul. Baal pedig a héber szó. Ezért mondja itt azt, hogy és azon a napon, mondja Jahua, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom, azaz Uram.
és kiveszítem az ő szájából a bálok neveit, hogy azoknak neve se említessék többé. Még két verset szeretnék megemlíteni. Az egyik az Józsué 23-as fejezetből az 5-ös 6-os, ez pedig így szól. Jahua pedig a ti hatalmasságotok kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket ti előletek, hogy örököseivé legyetek az ő földüknek, mint amint megmondotta vala néktek Jahua a ti hatalmasságotok. 6-os vers. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre. Szóval a feltétele a mindenható segítségének az, hogy a törvénytől se jobb kézre, se bal kézre ne távozzon el az ember. Hetesves, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek, isteneiknek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nékik, se előttök meg ne hajoljatok. Mik ezek a nevek? Az egyik az Úr, a másik az Isten. Ahogyan azt a korábbi videóból kiderítettük, ami egyenlő Baállal, ami ugye Úr. Erről beszél Józsué 23-as fejezetben. Utolsó vers ezzel kapcsolatban pedig Jelenések könyve 11-es fejezet, amelyik 18-as vers így szól. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj te a szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Tehát a jutalmat az kapja, aki az ő nevét féli. Baal. Ez a név nem Baal. Lord, vagy Úr, vagy Isten. Ez a név Yahuwah. Az a szó, amelyik szerepel ebben az írásban körülbelül 5900-szor az eredeti nyelven. Ez egy 10 perces kutatómunka ezt felfedni, és onnantól kezdve az ember képes ezt használni, és egész más viszonyt kialakítani a mindenhatóval. Ebben a mai videóban azt szerettem volna bemutatni, hogy azzal ellentétben, amit a világ állít, hogy Isten szeret minket feltétel nélkül, a Teremtő nem szeret minket feltétel nélkül. Ő megadja mindenkinek a lehetőséget arra, hogy a szövetségének részese legyen, azonban ezért cserébe engedelmességet, tiszteletet és félelmet kíván. Ezután fog kialakulni a szeretet később, amikor az ember az egészet már az alapján csinálja. Félelem nélkül ez nem fog működni. És ezért alakult így a világ, hogy ezt a felületes majom szeretetet beleprogramozza az emberekbe. Hisz e világ Istene valóban szeret minket feltétel nélkül. Az a lényeg, hogy ne engedelmeskedjünk semmilyen parancsolatnak. Ez pedig Satán. Ő az, aki megtévesztette az egész világot ezzel a szeretettel. A mindenható megmondta, hogy mik az ő feltételei, és hogyha az ember ezeket teljesíti, ő biztosan állni fogja a szavát. És annak a jutalma, ahogy az Jelenések könyvében is olvashattuk, örök élet. E világ istene, Satán, nem képes ilyet ígérni. Szóval ez mindenki eldöntheti magában, hogy ki az, akinek hisz. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, és minden jót mindenkinek. Halleluja!